kettő volt a dolog, mert sokáig hallgattam volna, hogy ugye itt van az ESZTE, a Budapest Bank és az FHB, ők 3 órakor zárnak, a cipperügyek ki sem nyitott egész nap. Valószínű, tehát látom a készülődést, hogy itt hamarosan távozni fognak az ügyintézők. Ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy van-e a banknak hátsó kijárata, tehát ott fog elmenni, vagy az első kijáraton jönnek-e ki. Fogalmam nincs, ez a mai napon ki fog derülni. Úgyhogy mostantól figyeljünk erősen, a Budapest Banknak is bezárták az ajtaját. Zárva van a Budapest Bank, zárjon be a bank, zárjon be a bank. Bezárt a Budapest Bank. Nagyszerű, itt akkor 3-an nem kerültek sorra, ezen én itt most csodálkozom. Most folyik is éppen a vita, én úgy látom. Én nagyon csodálkozom, hogy ők ezt ilyen hidegbérrel vagy halvérrel tűrik. De természetesen már az ügyintézők intézik az ügyeket, de valamit még várunk tőlük, és ha azt nem teszik meg, akkor úgy fogunk rájuk gondolni, mint hazaárulókra, bármennyire nem is tetszik nekik ez a dolog, úgy fogunk rájuk tekinteni, mint olyan emberekre, akik bűnrészesek ebben a kifosztásban, amit a devizahitellel csináltak, és az ilyen embereknek megfelelő, méltó fogadtatás jár. Amikor eljönnek a bankból, akkor a hazaáruló, a gyilkos, hiszen aki öngyilkosságba hajszol másokat, az gyilkos maga is, és az, hogy mondjátok el, hogy hogy vertétek át az embereket, az a javaslatom, ugye már az FHB-nál is figyelők vannak, az ESZTE előtt is figyelők vannak, itt meg azonnal látjuk, hogyha jön az ügyintéző, akkor a mikrofonnal is, és együtt mindannyian segítsünk, hogy legyen jó a hétvégéjük, átgondolják ezt hétvégén az ügyintézők, és hétfőn talán úgy kezdik, hogy azt mondják, hogy én már pedig el fogom mondani, hogy hogy vertem át az embereket. Lesz nekik 3 éjszakájuk, a péntek, a szombat és a vasárnap, és én mindenképpen hétfőn nyitottan fogom várni azt, hogy eljönnek, és általánosan elmondjuk a kúriánál, hogy nem is kell ilyen fasságokat mondani, hogy akkor vizsgálható, hogyha nem tájékoztatták az embereket megfelelően, mert hogy egyértelmű és evidens legyen, hogy az embereket már pedig nem tájékoztatták megfelelően. Hát ki az a bolond ember, aki felvette volna úgy ezt a hitelt, ha tudja, hogy 3-szoros lesz a törlesztő részlet. Senki. Hülyének ne nézzük a magyar embereket, András is megmondta, hogy van bizony szellemi tőkénk, nem is kevés Magyarországon, itt nem hülyék az emberek. Itt, hogyha kapnak megfelelő tájékoztatást, akkor ott akkor azt mondják, hogy gyerekek, majd akkor 2 évvel később veszek új autót, vagy 5 évvel később házat, vagy bármi egyebet, vagy nem megy el nyaralni, vagy nem vesz tévét se, de nem csinálta volna meg, ha tudja, hogy 2-3-szor annyit kell havonta fizetnie, és hogy soha nem tudja kifizetni a tőkét. Úgyhogy várjuk egy kicsit, figyeljük az ügyintézőket, erre koncentráljunk most, hogy mindenképpen úgy menjenek innen ma haza, erről a mai szeánszról, hogy emlékezzenek rá sokáig. Nem sokáig el sem fogják felejteni. Igen, azt mondja, hogy el sem fogják felejteni, teljesen igazad van, de nem is kell. Hát mi se felejtjük el. Hát ez a 2005 óta tartó időszak az életünkben olyan nyomot hagyott, amit soha nem fogunk elfelejteni. Szerintem a gyerekeink sem. Ez mindig ott lesz velünk. 2005 óta ez a 9 év. 9 év, ami Magyarországot romba döntötte. Előtte sem volt túl jó a helyzet, de ebben az időben olyan emberek, akik egyébként normális körülmények között éltek, azok ma szegények, éheznek, nélkülöznek, és nem tudják, hogy mi lesz holnap. Nem tudják, hogy lesz-e munkahelyük, nem tudják, hogy egyáltalán együtt marad-e a családuk, Magyarországon tudnak-e egyáltalán dolgozni. Úgyhogy ezért nem felejtünk, tehát a ügyintézők se felejtsenek, és nyilván szabadulhatnak ettől a nyomástól, hogyha előállnak azzal, amit műveltek.